Jó estét kívánok, kedves közönségünk! Ma esti koncertünket a Központi Szeminárium dísztermében közvetítjük. Ez a gyönyörű terem, amelyet itt körülöttünk láthatnak, talán kevésbé ismert a legtöbb látogató és koncerthallgató előtt, hiszen ez egy olyan terem, ahová nem lehet csak úgy az utcáról besétálni. Maga az épület a 18. század elején Pálos kolostornak épült, aztán többször is átépítették, végül Ipoly Arnold rektorsága alatt épült meg az 1870-es években ez a terem, ahol most vagyunk. És nagyon hálásak vagyunk az intézet mai rektorának, hogy lehetővé tette, hogy innen adjunk koncertet. De térjünk rá arra, mit is játszunk ma este. Az Erdődi Kamarazenekar hűen tradíciójához ismét valami olyat szeretne bemutatni önöknek, amely ritkán vagy szinte alig volt hallható az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Most is két ilyen darabot fognak hallani, és meg kell, hogy említsem egy olyan együttes nevét és annak vezetőjét, aki egy nagyon különleges pozíciót foglalt el a 19. század elején Magyarországon. Ugyanis ebben az időszakban a főúri zenekarok ideje már tulajdonképpen lejárt, éppen megszűnőben voltak, sőt a legtöbb meg is szűnt, még egyetlen egy nagy együttes, egy híres együttes működött Kismartonban, az Eszterházi Hercegek együttese, de ez is már éppen a bezárása előtti időszakban volt, amikor Tatán az Eszterházi grófok megalapították a tatai zenei együttest, amelynek a vezetőjéül Menner Bernátot kérték föl. Ő 1806-tól 46-ig, tehát 4 évtizeden keresztül vezette ezt a zenekart, és ahogy foglalkozunk azokkal a művekkel az utóbbi időben, amelyeket ők játszottak, egyre jobban azt tűnik ki, hogy ez egy nagyon jó erőkből álló virtuóz zenekar lehetett. A működésének fénykorában körülbelül 15 tagból állt, tehát egy mai értelemben vett kamarazenekar méretű együttes volt. A tatai Eszterházi grófok finanszírozták tulajdonképpen ennek a zenekarnak a működését egyrészt a tatai plébánia templomban, másrészt pedig a tatai kastélyukban. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bárdos Kornél még az 1970-es években történt kutatásai alapján összeírásra került az a Kottatár, ami eredetileg Tatán volt, most részben Esztergomban, részben Tata városában, nagyobb részben pedig az Országos Széchenyi Könyvtárban található. És ebből a gyűjteményből választottam ki két darabot, amelyet ma tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel majdnem 200 év után először fogunk előadni. Az első darab, amit hallani fognak, József Eibler vonós ötöse, A-dur vonós ötöse, opusz 6, numero 2. Eibler 9 évvel volt fiatalabb Mozartnál, de Mozart tanítványa volt, az egyik legkedvesebb tanítványa, és korábban őt tartották a zseni Mozart mellett talán a legtehetségesebb osztrák zeneszerzőnek. Munkássága nagyrészt egyházzenei művekből áll, de ezen kívül kamarazenét is bőven komponált, és ezek között is nagy számban vonós négyeseket és vonós ötösöket. Nagyon érdekes, hogy a vonós négyes műfajban tartotta magát a Haydn által lefektetett tradíciónak megfelelően a négy tételes darabok mellett, vonós ötöseiben viszont inkább szerenátszerű, többtételes formát alkalmazott. Ilyen ez a mai darab is, amit most előadunk önöknek. Ez egy 6 tételes mű, 2 lassabb tétellel, 2 menüettel, és minden menüettnek dupla triója van. Az is nagyon érdekes, hogy ebben a műben nagyon sok népies elemet használ Eibler. Egyrészt hallunk itt ilyen jodlizós, osztrák népi zenei elemeket, aztán alla polacca, azaz lengyeles táncritmust is, és az utolsó tételben verbunkosszerű magyaros dallamokat. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugyanebben az időben József Haydn ugye megírta a 39. G-dur trióját, aminek az utolsó tétele a híres magyaros rondó, aztán 1799-ben Georg Drusecki, aki akkor a pesti zenei életnek vezető alakja volt, írt egy Ungária című verbunkos darabot szólóhegedűre, zenekarra és szóló üsdobokra, és ugyanebben szinte egy időben ezzel írta meg Eibler is ezt a magyaros rondóját. Hallgassák tehát szeretettel József Eibler A-dur vonós ötösét.
Thank you.
Thank you.
Nos, József Eiber zenéje után most ugorjunk előre 30 évet, és a következő műsorszámunk George Onslow 22. vonós ötöse. George Onslow nevét talán kevesen ismerhetik önök közül, bár a 19. század első felében őt még az akkor élt legnagyobb szerzőkkel, Mendelssohnnal és Schumannnal emlegették együtt. Ő egy angol arisztokrata leszármazottja volt, de már Franciaországban született, egész életét Franciaországban töltötte, és a franciák, a francia Beethovennek is nevezték őt. Abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mivel megtehette, egész életében azt írt, amit szeretett volna, és ő elsősorban vonós kamarazenét írt. 35 vonós ötöse maradt fent. Nagyon érdekes, hogy eredetileg ezeket a vonós ötösöket két hegedű brácsa és két cselló felállásra írta, de aztán egyszer egy londoni előadás során a második csellista lebetegedett, és beugrott helyette egy nagyon híres bőgő virtuóz Dragonetti, aki annyira jól és virtuózan játszotta a második cselló szólamot, hogy Onslow átgondolta a dolgot, és onnantól kezdve csak bőgőre és csellóra írta a vonós ötöseit, sőt, visszamenőleg megváltoztatta a korábbiakat is, hogy erre a felállásra, ebben a felállásban játsszák majd az együttesek. Ez egy nagyon modern zene az 1830-as évek közepéről. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jó ízlése lehetett Menner Bernátnak, Tatán, aki beszerezte újonnan ezt a kottát is, és nagyon jó erőkből kellett, hogy álljon az ő együttese, hogyha ezt meg is szólaltatták. Valószínűleg ez a darab sem hangzott el az elmúlt 170-80 évben Magyarországon, úgyhogy fogadják szeretettel George Onslow S-dur vonós ötösét. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.